Az X-Singers kórus az Zrínyi Gimnázium tanulóiból alakult 1988-ban, akkor még Weber kórus néven, amely később X-Singers néven lett híres. Számos helyen koncerteztek Magyarországon és külföldön is, részt vettek videoklip forgatásokon, a közönség kedvencei voltak. A titkuk nem csak a zene szeretete, hanem a számtalan együtt átélt közös élmény. A kórus alapítója a harmadik, talán utolsó búcsúkoncert kapcsán nosztalgiával emlékezett a kezdetekre. Próbáltam egy olyan énekkart kovácsolni, akik nem klasszikus zenén alapuló dalokat énekelnek, hanem inkább musical, spirituálé, először főleg a spirituálé volt, amit próbálkoztunk. Aztán különböző musical részleteket, és azt éreztem, hogy a gyerekek erre nagyon vevők, nagyon szívesen csinálják. Tehát ez engem is dopingolt, és így ez így szinte sodort magával az egész dolog. A kórusból több tehetséges művész került ki. Luther Imre, az ES konferenciéja az egyik közülük. Az egykori zrínyis diák úgy véli, rengeteg dolgot kapott a kórustól, Magdi nénitől, a társaitól. Én tartom azt, hogy az ilyen társaság, az ilyen jó társaság nagyon ritka, amikor azt tudjuk mondani egészében, hogy a zenét, a zene szeretetét és annak a művészi tolmácsolását, azt tovább tudjuk vinni egy olyan embertől, mint Báhidi Maroti Magdolna, aki feladta gyakorlatilag a karrierét a családjáért és egy kórusért, és ebből tudott egy olyan szenzációs dolgot csinálni, amiben az emberek jól érzik magukat, amitől empatikussá és mások iránt fogékonyá váltak, és közben megtanulták azt is, hogy mi a művészet és mi a szórakoztatás. A nagy sikerű koncerten a közönség az X-Singers korábbi sikerszámai mellett új dalokat is hallhatott. Énekeltek Neoton és Abba Mixet, musical részleteket. A szólisták és a kórus a korábbi koncertekhez hasonlóan a Rózsakert szabadtéri színpadon is élő zenekari kísérettel lépett fel.